A közügyek főtámogatója az OTP Bank. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Jó napot kívánok, ez a közügyek, mai témáink pedig a 9. forduló sikertelensége után és a holnapra bejelentett újabb megbeszélés előtt Belgrád és Pristina viszonya természetesen a kérdés. Építőanyagot kapott ma Torda, ahogy emlékeznek rá, húsvétkor tornádó söpört végig a falun, most 1,5 millió forint, azaz több mint 5000 euró értékű építőanyag érkezett a szélvihar sújtotta családoknak. Egy elsős, egy magyar elsős lesz Doroszlón, ezek a jelenlegi kilátások. Sikerül-e növelni az osztályt? Kérdezzük majd Jó Horti Líviát, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnökét, és folytatódik a külhoni magyar kisiskolások éve programsorozat, szerdán Nagybecskerekre érkeznek. Az utolsó témánk pedig, de csak a sorrend tekintetében, nem sokára születés hete, ingyenes programok Szabadkán is, mely rendezvényeket választhatjuk, kiderül a közügyekből, kezdünk. Sikertelenül ért véget tegnap Ivica Dačić szerb és Hašim Tači koszovói kormányfő közötti csak nem 14 órás megbeszélés. Hogy miért, mutatjuk a híradó anyagából. Az utolsó utáni brüsszeli csúcstalálkozó előtt számos szerbiai és külföldi tisztviselő bizakodó volt. Végül kudarcba fulladt a megegyezés. Pristina állítólag új feltételt állított, amely szerint Szerbiának el kéne ismernie Koszovó tagságát különböző nemzetközi intézményekben. Csak ezután jöhetett volna szóba a koszovói szerbek egyes autonóm jogai. Az Ivica Dačić által vezetett delegáció ezt elvetette. Noha a tárgyalás végén elégedettségüknek adtak hangot. Szerbiai hírek szerint az eddigieknél sokkal jobb ajánlatot kapott a koszovói szerbek autonómiájára. Mi ne tražimo nemoguće. Mi tražimo ono što je realno i što je prihvatljivo za obe strane. Zato su ti predlozi koji su dati, ja mislim, apsolutno prihvatljivi za jednu i za drugu stranu. Hašim Tači koszovói kormányfő szerint a kifogásolt feltételt nem Pristina találta ki. Szerbia pedig egyszerűen elvetette a felkínált megegyezést. Monteritek szöpörszöri, Pristina Kapranuar dokumentin zürtar te propozóval Gabaronesa Eston szot, pa azt nyen drüsem. De hab mond szél, hogy nekünk minek a szózni institúciónat der komtára. Catherine Ashton legutóbb arról beszélt, hogy a felek közti szakadék ugyan szűk, de még mindig nagyon mély. A szerdai sikertelenség ellenére most bizakodóbb nyilatkozatot tett. I can say with real confidence that the differences are narrow and very shallow. As we prepare for the General Affairs Council on Monday, where I'll make my report, we have some hours left. I hope in that time that both delegations will reflect on whether they can take the final steps necessary to finish this agreement. Belgrád és Pristina így gyakorlatilag még 4-5 napig mérlegelhet. Ezt követően pedig Brüsszel dönt a két ország uniós jövőjéről. A közügyek vendége pedig Varga László, a Szerbiai Parlament Integrációs Bizottságának elnök helyettese, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Most már arról szólnak a hírek, hogy holnap folytatódik a megbeszélés Brüsszelben Belgrád és Pristina között. Úgy fogalmaznak az érintettek, hogy már nem is olyan mély ez a szakadék. Miben bízhatunk holnap? Még nem döntötték el Belgrádban, hogy a holnapi tárgyalási fordulóra elmennek-e, legalábbis a hivatalos közlés szerint. Ez nyilvánvalóan arról szól, hogy a háttérben még egyeztetések folynak. De elképzelhetőnek tartja, hogy nem mennek el? Nem tartom elképzelhetőnek egyébként, de ez a hír, hogy még nem döntöttek, ez minden bizonnyal azt jelenti, hogy még folynak az egyeztetések. Nem arról, hogy elmennek-e, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen tartalmú lesz az a megállapodás, amely kapcsolatban az Európai Unió biztos, hogy azt tervezi, hogy holnap aláírásra kerüljön. Ugye arról lehet hallani, hogy mindkét fél a másikat hibáztatja, miért kudarcba fulladt legalábbis a tegnapi forduló, és amiért nem került sor a megállapodásra. Mi ennek az oka?
Ez furcsának tűnhet, de ez a tény, hogy mindkét fél a másikat hibáztatja, ez valószínűsíti azt, hogy most már az álláspontok nincsenek túl távol egymástól. Ami két héttel ezelőtt irreálisnak tűnt, az az egyrésztről az észak-koszovói szerb közösség rendőrségi autonómiája, rendőrség felett gyakorolt hatáskörei, és ezen belül az észak-koszovói regionális rendőrparancsnok kinevezésének a kérdése, másrésztről pedig az észak-koszovóban működő igazságszolgáltatási rendszer, és ezen belül pedig egy meglátjuk, hogy végül a megállapodásban mi lesz, de valamiféle Észak-Koszovóban működő kirendeltsége lesz a Koszovói Fellebbviteli Bíróságnak. Ez a két pont, ez irreálisnak tűnt két héttel ezelőtt. Már kiderült, hogy ez a két cél kitűzése a szerbi delegációnak nem volt irreális, és erről beszélt az előbb a bejátszásban a miniszterelnök úr is. Ugyanakkor az is kiderült, hogy az ára ennek a két engedménynek Pristina részéről az nem lesz alacsony, mert hogy egy olyan kérdés került tárgyalóasztalra, amely kérdése kapcsolatban az volt valószínűsíthető, hogy éveken, esetleg fél évtized, nem belül, vagy fél évtized múlva fog megnyílni. Ez pedig a koszovói... Tehát szerint ez nem új momentum? Nem új momentum semmiképpen, de az új momentum, hogy ez most a dialógus részévé vált. Tehát az, hogy Koszovó egyszer majd az ENSZ tagállama lesz, és ezen felül pedig, vagy emellett különböző nemzetközi szervezetekben tagsághoz juthat. Ez sem új momentum az Európai Unió viszonylatában sem, mert hogy ez a kérdés része az Európai Unió különböző dokumentumainak, mármint az Európai Unióhoz való csatlakozási perspektívája Koszovónak. Egyszer mondom, az az új momentum és az a nagy ár Szerbia számára, hogy ez most került tárgyalóasztalra. Azt nem tudom elképzelni, hogy holnap egy olyan megállapodást aláírjon a belgrádi delegáció, amely azt jelenteni, hogy Koszovó ENSZ tagállammá fog válni. Akkor mi történhet holnap? Nyilvánvalóan akörül folynak az egyeztetések, hogy ez a pontja, ez a 14-es pontja az aláírandó megállapodásnak, az hogy kerüljön átfogalmazás. És talán az a legvalószínűbb, hogy egy olyan megfogalmazás lesz, amely Koszovó Európai Uniós perspektívája esetében nyitja meg az utat, tehát hogy Szerbia valamiféle... Ez lényegi momentumban mit jelent? Ez nem fog rövid távon semmit sem jelenteni, mert Koszovó nagyon távol van attól, hogy az európai integrációs folyamatban akár a tagjelöltséghez eljusson, de biztos, hogy ez egy lépés lesz abba az irányba, hogy a végén majd és erről sokszor beszéltünk már, Koszovó is az Európai Unió teljes jogú tagja legyen, és hát azzal, hogyha ez bármilyen megfogalmazásban holnap papírra kerül és Szerbia részéről aláírásra kerül, akkor ez biztos, hogy egy további előrelépés lesz, és hát ahogy mondtam az előbb, ez lesz, vagy lehet az ár annak, hogy a nemzetközi közösség egyrésztről a közvetítő szerepet betöltő Ashton asszony, másrészt pedig a háttérben az Amerikai Egyesült Államok rábírták, hogy meggyőzték Pristinát arról, hogy az igazság, úgyis a rendőrség esetében tegyen engedményeket Szerbiának. Ez az átírt mondat, ez megfelel majd azoknak a szerbiai szereplőknek, akik most a tegnapi sikertelenséget és az úgynevezett új feltételt, vagy a megjelent új mondatot követően igencsak tiltakoznak? Mert hogy ugye kormánypárti pártokról van szó, koalíciós partnerekről, név szerint legjobban a Dinkić pártja tiltakozott a Szerbia Egyesült Régiói. A Dinkić pártja a Koszovó ENSZ széke ellen tiltakozott, egyébként nem az a megfogalmazás állna, amely az Európai Uniós perspektíváját nyitná meg Koszovónak, pontosabban a Szerbiának azt kellene aláírnia, hogy eltekint attól, hogy akadályokat állítson igazából a koszovói EU integráció terén. Egyébként nem is nagyon tud, mert hogy nincs Szerbia abban a pozícióban. Nem hiszem, hogy a kormánypártok részről lesz itt az igazi ellenállás. Sokkal inkább az ellenzék részéről, másrészt pedig ami talán fontosabb, az észak-koszovói szerb közösség részéről biztos, hogy ellenállás lesz, akármi lesz ebben a dokumentumban. Olyan megállapodás nem tud Szerbia most 2013 tavaszán kiharcolni, amely elfogadható lenne az észak-koszovói szerb közösség számára. Ez teljesen biztos, de a kulcskérdés az, hogy lesz-e megállapodás, Szerbia aláírja, és onnantól kezdve, hogyha aláírja, akkor biztos, hogy lesz
ereje és lehetősége végre is hajtani a kormányzatnak a saját eszközén keresztül. Ugye sokszor hallani az Ahtisaari tervről, ön is sokszor felhozta, hogy hát lényegében annak az képezi minden tárgyalásnak az alapját. Készítettünk egy rövid összefoglalót, hogy mit tartalmaz az Ahtisaari terv, ezt megnézzük, utána folytatjuk. 1999. június 10-én az ENSZ biztonsági tanácsának 1244-es határozata elismerte az akkori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területi egységét, vagyis azt, hogy Koszovó az utódállam Szerbia része. Ezt a határozatot írta felül az Ahtisaari terv, amely részleges függetlenséget biztosít Koszovónak. 2007. április 3-án Márti Ahtisaari finn diplomata bemutatta javaslatait Koszovó végső státuszáról az ENSZ biztonsági tanácsának. Az Amerikai Egyesült Államok és az akkori soros EU elnök Németország azonnal elfogadta a javaslatot, és az Európai Parlament is támogatta. Oroszország azonban ellene szavazott, és további tárgyalásokat sürgetett. Pristina örült a tervnek, Belgrádot viszont nem tette boldoggá. Lássuk miért. A javaslat biztosítja a kettős szerb-koszovói állampolgárságot, emellett engedélyezi, hogy Koszovó nemzetközi egyezményeket kössön, és felvegyék olyan nemzetközi szervezetekbe, mint az ENSZ, a Világbank vagy a Nemzetközi Valuta Alap. Garantálja a kisebbségek jogait, és lehetővé teszi a különböző nemzetiségek együttélését. Koszovó rendelkezhet a volt Jugoszlávia és Szerbia révén ráeső vagyon felett, illetve a tervek szerint magára vállalja a szerbiai adósság egy részét. Széleskörű önkormányzatot és a helyi rendőrség feletti jelentős ellenőrzési lehetőséget biztosít a Koszovó területén élő 100 000-esre apadt szerb közösségnek, valamint lehetővé teszi, hogy közvetlen kapcsolatot tartson fel Belgráddal. Szerbia pénzügyileg támogathatja a koszovói szerb területeket azzal a feltétellel, hogy a pénz Pristinán keresztül juttatja el. Szerbia máig nem fogadta el ezt a javaslatot. Szakértők most, a tárgyalások 9. köre után azt mondják, semmi esélyt nem látnak arra, hogy Szerbia ennél többet tudjon kiharcolni magának. Az EU ugyanis az ENSZ határozatot, vagyis az Ahtisaari tervet véglegesnek és hatályosnak tekinti, attól nem lehet eltérni. Beszélhet tehát a belgrádi vagy akár a koszovói vezetés területcseréről vagy lazában átjárható határokról és áttelepülésekről. A végén úgyis az történik majd, amit Catherine Ashton mond. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ugyanis szintén nem térhet el a protokolltól, és nem módosíthatja a hatályos ENSZ határozatokat. Úgyhogy most várunk, kivárunk, és meglátjuk, mikor és milyen formában jön el a pillanat, amikor Szerbia végre úgy tesz, ahogy tennie kell, vagyis aláírja a papírt, amit elé tesznek. Az Európai Parlament egyébként ma elfogadta a Szerbiáról szóló jelentést és határozattervezetet. Ennek értelmében felszólítják az Európai Tanácsot, hogy mielőbb jelölje ki Szerbia számára a csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját. Jelko Kacin, az EP nyugat-balkáni jelentéstevője tegnap úgy fogalmazott, reméli, hogy a hétvégéig megszületik a történelmi megállapodás Belgrád és Pristina között. Itt arról beszéltünk, hogy remélhetőleg már holnap megszületik a megállapodás Belgrád és Pristina között. Az, hogy az Európai Parlament elfogadta ezt a határozattervezetet, és arra kérték az Európai Tanácsot, hogy mielőbb jelölje ki Szerbia számára a csatlakozási tárgyalások kezdetének időpontját, ennek van-e valami összefüggése a tegnapi tárgyalással, illetve a holnapival? Nyilvánvalóan ez annak a következménye, hogy az Európai Parlamenten belül egy pozitív hangulatú várakozás van jelen pillanatban, akkor ez jó jelnek is tekinthető a dátumkitűzés a szempontjából, mert hogy amikor 2012. március 1-én Szerbia megszerezte, vagy elnyerte a tagjelölti státust, azt megelőzően néhány órával szavazott az Európai Parlament egy hasonló állásfoglalásról, amelyben akkor felszólította az Európai Unió vezetőit, hogy adják meg Szerbiának a tagjelölti státust, és ilyen szempontból lát a párhuzamot. A borítékolható maga dátum megadása is? A borítékolható az talán túlzás, de úgy mondtam, ez egy jó jel, tehát az Európai Parlamentre az jellemző egyrésztről, hogy a csatlakozás folyamatban nincs döntéshozatali hatásköre, igazából csak a folyamat végén ratifikálja a csatlakozási szerződést, viszont az állásfoglalásaival befolyásolja a csatlakozási folyamatot. Az is igaz az Európai Parlamentre, hogy sokkal inkább bővítéspárti, mint elsősorban a tagállamok. Ugyanakkor az is igaz, hogy az Európai Parlamentre,
hogy azért nem a realitástól elrugaszkodóan bővítéspárti. Tehát amikor az Európai Parlament megfogalmaz egy-egy kérdésben a bővítéssel kapcsolatban álláspontot, akkor az mindig egy realitáson alapuló optimizmus sugall, és hát ilyen szempontból érdemes ezt a mondatot értékelni. Feltételezzük, hogy holnap megtörténik a megállapodás, vagy ha nem holnap, akkor hétvégéig, ahogy mindenki szorgalmazza. Azt követően mi van? Azt követően hétfőn ülnek össze az Európai Unió külügyminiszterei, ott majd azon a tanácsülésen Catherine Ashton jelentést tesz a dialógus eddigi eredményeiről, emellett Stefan Füle pedig a bizottság nevében a reform folyamat december óta megtett lépéseiről, és hát azt követően majd elindul egy nagy rész majd a háttérben zajló egyeztetés arról, hogy akkor június végén kijelölhető lesz a csatlakozás tárgyalások időpontja. Ez elsősorban attól függ, hogy a német parlament ebben az időszakban állást fogja még foglalni, és milyen állást foglal ebben a kérdésben. Különböző forgatókönyvek lehetségesek már, mint abból a szempontból, hogy június 28-án mi történik, azt feltételezve, hogy holnap lesz megállapodás. Tehát megtörténhet a dátum kijelölése, megtörténhet az, hogy a dátum nem kerül kijelölésre, de az Európai Unió állam és kormányfői fölkérik az Európai Bizottságot, hogy kezdje el a szerbiai jogrendszer elemzését. Ez már a csatlakozás tárgyalásnak az első fázisát jelenti, és ez megtörténhet a szimbolikus jelentőségű dátum kijelölése nélkül is, és akkor ez azt jelenthetné, hogy decemberben nagyjából valódi csatlakozási tárgyalások indulhatnának dátummal együtt. Ez most nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz akkor június 28-án, de biztos, hogy akkor június 28-án valamiféle pozitív döntést fognak az Európai Unió állam és kormányfői hozni, mármint amennyiben lesz holnap után megállapodás. És amennyiben lesz holnap után megállapodás, akkor itthon mi várható, illetve Koszovóval való viszonyban mi várható? Várható egy parlamenti ülés, egy biztos, amelyen ezt a megállapodást meg kell, hogy tárgyalja, és el kell, hogy fogadja a parlament. Nagy valószínűséggel születnie kellene egy törvénynek is, amely ezt a megállapodásba foglalt autonómiát jogi keretekbe foglalja. Nagy valószínűséggel lesz egy elsőben a belgrádi ellenzék részéről egy erőteljes tiltakozás a megállapodás ellen, és biztos, hogy lesz egy erőteljes ellenállás Észak-Koszovóban a megállapodással szemben. De azt gondolom, hogy ez mind irreleváns ahhoz képest, hogy a kormány rendelkezik olyan eszközökkel, rendelkezik az az eszközrendszerrel, amelyel végre tudja hajtatni azt a megállapodást, amelyet a kormányfő aláír, amennyiben aláír. És a megállapodás az maga az Ahtisaari terv? Az annál valamivel több. Ugye beszéltünk a rendőrség esetében a regionális rendőrségi vezető kinevezésének a kérdéséről. Ez nincs benne az Ahtisaari tervben. Ott az Ahtisaari tervben a helyi rendőrparancsnok kinevezése lett volna a szerb közösség hatáskörében, ez ilyen szempontból annál több. Másrészt az igazságügy terén is több, mert az Ahtisaari terv alapján nem létezett volna a másodfokú koszovói bíróságnak, tehát a felleviteli bíróságnak Észak-Koszovóban semmiféle kirendeltsége, tehát a jogorvoslati eljárásokat kivétel nélkül Pristinába kellett volna folytatniuk az észak-koszovói szerbeknek is, vagy lefolytatniuk. Hogyha ez megváltozik, akkor azt gondolom, hogy ilyen szempontból az ottani szerb közösségnek ez mindenképpen erősíteni fogja az autonómiát, és ez is több, mint az Ahtisaari terv. És hát ami még nyitott kérdés maradt, az, hogy a megalakuló félben lévő koszovói hadsereg az állomásozhat-e a négy észak-koszovói szerb többségű önkormányzat területén. Ezzel kapcsolatban nem elsősorban Pristinával, hanem a NATO-val egyeztet Szerbia, vagy folytat jelen pillanatban egyelőre nem nyilvános tárgyalásokat. Ez igazából a harmadik kérdés, vagy harmadik pont, amihez két héttel ezelőtt Szerbia ragaszkodott, és hát nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban is lesz valami megoldás, hogyha lesz aláírt megállapodás. Azt mondja meg neki, hogy amennyiben megállapodnak, maga a megállapodás szövege mikortól lesz nyilvános? Én azt gondolom, hogy jó esély van rá, hogy a holnapi belgrádi sajtóban már megjelenjen.
hogyha nem, akkor legkésőbb a hétvégén biztos, hogy ha másként nem, akkor nem hivatalos forrásból meg fog jelenni, mert hogy korábban mindig ez volt a szokás. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, Áltos. Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel, mondta Robert Capa, az egyik legnagyobb magyar fotográfus. Születésének 100. évfordulója kapcsán az MNT fotótábort hirdett középiskolások számára. Gyere el, tanulj a legjobbaktól! Táborvezetők Dormán László, Molnár Edvárd és Révész Robert, nemzetközileg elismert fotósaink. A meghívott előadókról és magáról a táborról a www.mnt.org.rs/kultúra weboldalon olvashatsz. Robert Capa a pillanatmestere volt. Férkőzz közelebb a titokhoz, jelentkezz az MNT fotótáborába. Augusztus 1-től 7-ig a Rókatanyán. Építőanyag adomány érkezett ma Tordára. Az április elején tornádó sújtott a családoknak. A nyersanyagot a Magyarországi Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság pénzelte, szétosztását pedig az Ökumenikus Segélyszervezet segítette. A híradóanyaga következik. Folyamatosan érkeztek a traktorok az adományokért Torda központjába. Azoknak a családoknak szállítanak, akiket a tornádó sújtott. Mintegy 40 család kapott adományként építőanyagot Tordán. A felújítási munkálatok még mindig folynak a faluban. Elsősorban is tehát faépítő anyagba kaptuk a támogatást, ami azt jelenti tehát, hogy gerendák, staplik, kúpcserép és szalonit hullám lemez, tehát érkezett a mai nap folyamán. Az adományból Vörös Irén is kapott. A nagy erejű forgószél leszette házáról a cserepeket. A legnagyobb károkat azonban a melléképületek szenvedték. Ezek felépítésekor lesz majd hasznos a faépítő anyag. A háznak ott tetejét ott mind levitte, újra körülött az elejét létszőni, hogy kaptuk cserepet, ahány fajta út, annyi fajta cserép út, át körülött létszőni. Ezeket bírtuk helyrezni. Kovács Zoltán udvarában szintén ott állnak már a gerendák. A tornádó nála is a melléképületekben okozott nagy kárt, amit mindeddig nem sikerült helyreállítania. A fal is kidőtt a téglák, a vályakból volt a hátsó fal, és akkor az mind szétöredezett, hogy hát ez teljesen újra, új anyagból újra kell építeni, mert annyira összetört minden. A faluban példaértékű az összefogás. Mindenki ott segít, ahol csak tud. Látom azt a szervezettséget, az összefogást, azt a jó akaratot, amelyel az emberek egymásnak segítenek. Több mint 20 település, vállalatok, magánszemélyek segítettek eddig a bajba jutottaknak. A közeljövőben a VMS további adománygyűjtési akciókat szervez majd. A közügyek vendége pedig Pál Károly, a Vajdasági Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön is ott volt ma Tordán, mit látott? Hát én most harmadízben jártam Tordán, amióta húsvét vasárnap délután, késő délután a viharos szél, a tornádó 130 családnak okozott kárt. Húsvét hétfő jártam először, amikor egy átdolgozott éjszaka után, amikor a falu apraja nagyja megmozdult és összefogott, hogy ne ázzon be a tető, ne ázzon be a lakóház. Ugyanezt az összefogást láttam ma, amikor a magyar kormány Magyarország adományát hozta el az Ökumenikus Segélyszervezet. Ugyanezt összefogás szervezettséget, ugyanezt a jó akaratot, az emberekbe megértést és a vágyat arra, hogy rendbe jöjjön már a helyzet, hiszen az élet megy tovább. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy összeszámoltuk ma, hogy több mint 20 község, város, vállalat, szervezet, egyéneket nem számítva persze, adott kisebb-nagyobb támogatást a tordai károk enyhítésére, és újabb akciókat is szervezünk, támogatunk.
a legújabb szombaton fog lenni a Pársfekete hegyen, aki hát Tordába testvér település, a Magvető gála estjét tartjuk meg a színházteremben, és kihasználjuk az alkalmat, hogy önkéntes adományt gyűjtsünk a tordai viharkárosultak számára, és bízunk benne, hogy ezen a nagyszabású rendezvényen egy összeg össze fog gyűlni, amelyik mindenféleképp hasznos lesz, hiszen minden támogatás számít ott, ahol akármennyi támogatás jönni fog a faluba, nem fogja fedezni a 130 károsult anyagi kárját, hogy arról ne beszéljünk, hogy hát milyen traumákat is élnek át a családok azért, mert hát csak belegondolunk abba, hogy ez a vihar lecsapatott volna bárhol a faluba, lecsapatott volna másik faluba, akárhol is. És ezt el kell valahogy viselni, fel kell dolgozni. És én úgy látom, hogy a tordai összefogó magyar közösség, hogy úgy mondja, méltóképpen viseli ezt a csapást. Mennyire sikerült, milyen mértékben sikerült szanálni a károkat? Hát harmadízben láttam különböző fázisokban a károk helyreállítását, és öröm nézni. Bajban azt, öröm nézni. Bajban, hát öröm nézni azt, hogy a lakóházak azok most már mind rendben vannak, és ahogy a bejátszásból is láttuk, a melléképületeket kell helyrehozni, hiszen amikor először is jártam, volt olyan család, ahol a gazdaságot féltették jobban, mint a lakóházat, hiszen a gazdaságban levő jószág termeli azt a kis dinárkát, amit aztán majd a megélhetésre lehet fordítani, és hát ezek olyan megrázó események voltak, de én úgy érzem, hogy ez a másfél millió forintos adomány is, amelyből faanyag, szalonit, kupcserép érkezett a településre, egy nagyon fontos adomány, hiszen az anyaország adománya. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megmozdult a község, megmozdultak a községbeli szervezetek, a szomszéd helyi közösségek, Vasait, Magyar Itabé adományozott, a cserépgyáraink adományoztak, magyar többségi önkormányzataink adományoztak, és az, amit nem győzök eléggé kihangsúlyozni, ez a tordai magyarok összefogása a bajba. Mire lenne még szükség, hogyha valaki szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a tordát ért természeti csapást minél előbb szanálják a helyiek? Gondolom elsősorban épületanyagra van szükség. Igen. Tehát azban a három percben, ameddig a tornádó pusztított, több mint 100 000 cserép a levegőbe került, és annak jó része összetört. Még mindig cserépre van szükség, meg mindig faanyagra van szükség, cementre, sóderre, gondolom, hogy palattetők helyreállítására is szükség van, és hát pénzbeli adomány is mindenféleképp jól jön, hiszen külön folyószámlát nyitottak erre a célra, mert hát sok minden elveszett ebbe a viharba, amikor minden repült, amikor kerítések repültek, amikor nagy kapuk repültek, amikor mezőgazdasági gépeket vett fel a szél, és tett arrébb. A tordaiak mennyire tudják végezni ez mellett a mindennapi munkájukat, hiszen a mezőgazdaságból élőknek éppen most van a legnagyobb dolog idő, hogy végre elérkezett a szebb idő. Tehát én úgy láttam, hogy ezt, hogyha szervezték is volna ezt a mai képet, amit én ottan láttam, akkor se lehetett volna jobban kifejezni azt, hogy tehát jön a támogatást hozó teherautó az épp a faanyaggal, traktorok ott állnak sorba, várják, hogy sorba kerüljenek, és hogy megkapják az őket megillető részt, amit hát előre tudták, hogy mennyi lesz. És közben mennek a mezőgépek lefel, és az emberek végzik a mindennapi dolgokat a mezőn, tehát folyik az élet, és ez a tevékenység, hogy most már még szanáljuk a mellékhelységet, ez egy kis része a tordaiak mindennapi életének, hiszen
hiszen el kell vetni, meg kell munkálni a földet, mert hát abból lehet várni jövedelmet, abból lehet várni bevételt, hogy az élet menjen tovább. Az eddigi adományokból a szükségesnek mekkora részét tudták biztosítani? Úgy gondolom, már számoltuk olyan 60-70%-át a fölbecsült kárnak, ami azt jelenti, hogy még sok a híja, és hát én bízom benne, hogy lesznek még újabb felajánlások, lesznek még újabb támogatások is, ha bár a kárt az valószínű, hogy soha nem lett teljes egészében pótolni. Azt, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy minden alkalommal, amikor ott jártam, láttam azt, hogy az igazságosság, a kivétel, de nincs kivétel, tehát mindenkit igazságosan próbálnak kárpótolni az abban szervezett segélyelosztásban, és ezt az emberek érzik, és nyugalommal viselik, és bizalommal vannak a helyi közösség vezetésére. Köszönöm, hogy a vendégünk volt, holnap pedig itt a közügyekben helyszíni riportot láthatnak Tordáról. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Mondókák, kiszámolók, énekek, versek, magyar népmesék. Az anyanyelvű óvoda megalapozza gyermeke biztonságérzetét, önbizalmát és jövőjét. Értelmi fejlődésünk alapját anyanyelvünk adja. Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodába. Magyarságunk érték, őrizzük meg. Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. Egyetlen magyar elsős lesz a következő tanévben Doroszlón, ő Diósi Dóra. Az óvodában készített műveit mutatja Diósi Dóra. A 6 éves doroszlói kislány nagyon szeret rajzolni és gyurmázni. A család a vitrínben őrzi az alkotásokat. Dóri álma, hogy rendőrnő legyen, hogy igazságot tegyen az emberek között. Azt is tudja, hogy ez nehéz. Sokat kell hozzá tanulnia, iskolába kell járnia. Az biztos, hogy az első 8 osztályt szülőfalujában Doroszlón végzi majd el. Itt ugyanis van iskola, ahol anyanyelvén magyarul tanulhat. Azt azonban, hogy a tisztán elsős vagy a kombinált elsős harmadikos évfolyamra kerül, még nem tudni. Diósi Dóra ugyanis az egyetlen magyar gyerek a faluban, aki elsőbe indulna szeptemberben. Utaztatni nehéz, mert nem érünk rá nagyon minden nap vinni, úgyhogy az igazgatónő által így fölkínálta ezt a lehetőséget, és több mint valószínűleg, hogy össze lesznek csatolva. Dóri a család első gyermeke. Másik lányuk Kinga, 2,5 éves. A szülők is félnek az iskola kezdéstől, főleg a rendhagyó helyzettől. Biztos, hogy nehezebb lesz, mert nem lesz kitől átvenni a leckét, hogyha véletlenül levetekszik, hogy valami történik, hogy akkor még nem tud úgy tanulni, meg akkor ezek már valószínűleg harmadikosok lesznek, akkor más téma lesz ugye az előadás az órán. Most merre van itt az iskola? Melyik irányba mutasd meg? Dórit elkísértük az iskolába is. Pontosabban ő kísért minket, az utat ugyanis már jól ismeri. Az igazgatónő most a jövendőbeli osztályát mutatja meg a kislánynak. Akkor fogjunk? Akkor fogjunk. Jó napot kívánok! Ők
voltak most a másodikosok. Ez is kis létszámú osztály, kevesebb, mint 10 diák jár ide. A gyerekek várják az új osztálytársat. De amit mit tanulunk elsőben? És még? Számokat is tanultuk elsőben. Az igazgatónő még nem adta fel. Harcol azért, hogy egy diákkal is osztály nyíljon. Erre azonban nincs sok esély. Nekem, mint az iskola igazgatójának kötelességem, hogy kérjem és kértem is a tartományi titkárságtól az osztály megnyitását. Abban az esetben, ha nemleges választ kapunk, akkor csak egyetlen egy lehetőség van, hogy a kislány csatoljuk egy másik osztályhoz. Az iskolában már korábban is rákényszerültek arra, hogy kombinált tagozatot indítsanak. A pedagógusoknak így már van tapasztalatuk az ilyen típusú tanításban. Hátránya ebből a helyzetből, hát az származhat szegénykém, hogy néha esetleg megijedhet, de a tanítónéninek a képességeit tudva nem kellene, hogy származzon bármilyen hátránya, és ami az előnyeit illeti, az meg hatalmasak szerintem tanárként, tanítóként, mert sokkal önállóbbak azok a gyerekek, akik így fejeztek. Doroszlón kevesebb, mint másfél ezren élnek. Főként idősek, a fiatalok a városokban, Zomborban, Szabadkán, illetve külföldön, Magyarországon és Németországban keresnek munkát. Az elkövetkező 2-3 évben sem lesz több belsős. Később azonban még nyílhatnak magyar osztályok. A gyermekvállalási kedv ugyanis az elmúlt években némileg emelkedett. Pár év múlva 5-6 elsős is tanulhat majd egy évfolyamon. A közügyek vendége pedig Jóhorti Lívia, Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mi lesz akkor Dórával? A harmadikosok között lesz majd elsős. Ez nagyon valószínű, hogy így lesz, tehát hogy gyakorlatilag 2010-ben meghatároztuk azt, hogy mi az a keret, amivel hát mindenképpen szeretnénk a minisztérium előtt nyíltan harcolni a önálló tagozatok megnyitásáért, és ezt az 5-ös számban határozta meg akkor a Magyar Nemzeti Tanács. Azt gondolom, hogy ez egy relatív korrekt szám volt ahhoz, hogy ezekben az években, minden évben sikerült azokat a tagozatokat megnyitnunk, ahol ez a létszám megvalósult, és hát azt is lehetett látni, hogy valóban igyekezett a közösség ezt a számot lehetőség szerint előteremteni, tehát a kampányolók igyekeztek azokon a helyszíneken, ahol lehetőség volt az önálló tagozatok megnyitására megszerezni azt a szülői támogatottságot ahhoz, hogy a gyerekeiket magyar tagozatra írassák. Doroszló esetében? Doroszló esetében nincs több magyar gyerek, tehát van az, amikor nincs gyerek, tehát hogy nem tudom, hogy a szerb tagozatra most mennyit várnak, de ott is mindig nagyon, nagyon kevés. Tehát ezek azok a kis közösségek, különösen Nyugatbácska nyilván a 90-es évek háborúi meghozták azt, hogy hát egyrészt a lakosság száma is nagyon megcsapant, és hát a lakosság összetétele is nagyon meg. Változott. 2010-ben történt meg, hogy Szilágyin is úgy fogytak el a gyerekek, hogy azóta nem tudunk önálló tagozatokat indítani, tehát hogy folyamatosan egy-két gyerek indul a következő iskolaiban, és hát először történik meg ez most így a rövid távú történelmünkben, Doroszló esetében, és hát nyilván sajnáljuk ezt a tény, de egyszerűen azt is látni kell, hogy ott, ahol nincs gyerek, ott nem tudunk előteremteni, és hát valószínűleg ez a 7-es létszámú osztályhoz, ami most a mostani második, jövőre pedig hát a harmadik lesz, tud Dóra becsatlakozni a következő iskola évben. Ja, az apuka úgy mondta a riportban, hogy biztos nehéz lesz a lányának, és sorolta, mert hogy nem lesz, aki átadja majd a leckét, ha véletlenül lebetegszik, és hogy nem tud majd tanulni. Hát ezek ugye a ritkább pillanatok, de mondott egy olyat is, hogy meg ők ugye idősebbek már, mint azok, akik harmadikosok lesznek, más témájuk lesz az órán, és hát Dóra akkor végül is, mintha egyedül lenne a nagyok között. Hát egész biztos, hogy mondjuk mivel korosztálybeli gyerek nem lesz, akkor ilyen szempontból ez igaz, hogy az a tananyagegység, ami rákészül, azzal ő magának kell foglalkozni a tanítóni segítségével, illetve azt gondolom, hogy a kombinált tagozatoknak azért megvan az az előnye, mint hogy ezek mindig nagyon kis létszámúak, hogy a nagyobbak be tudnak segíteni, és mindig ismételnek is azáltal, amit a kisebbek tananyagrendszerrel csinál. És hát gyakorlatilag, ha azt vesszük, akkor ez
a modell valahol közelít az individuális oktatás mesdjéhez, tehát hogy akkor, amikor ilyen pici létszámú osztályok vannak, akkor gyakorlatilag a tanítónénak hát szinte egyénre szabottan kell előírni minden napnak a programját és abban működtetni, hiszen azt is látnunk kell és tudnunk kell, még akár egy hetes osztályban sem mindenki egyforma készségű és képességű. Nyilván egy generáción belüli történet valahol közelíthet egymáshoz, de hát azon belül is hihetetlen nagy különbségek vannak. Mióta az inkluziós oktatás kötelező Szerbiában, azóta ezt még hangsúlyosabban ismerjük. Tehát azt gondolom, hogy Dóra, hát hogy is mondjam, egy új helyzetbe kerül, de nem olyan helyzetben, ami nem ismeretlen a vajdasági oktatásban, hiszen 17 önkormányzat területén 19 iskolákban van 37 tagozaton kombinált osztály. Tehát, hogy ez a fajta oktatási modell, ez bizony évtizedek óta itt van a Vajdaságban, Szabadkától Magyarkanizsán keresztül adán át, tehát attól függően, hogy melyik területén a városnak, vagy melyik hozzátartozó kis településen tudnak milyen tagozatot nyitni, illetve hány gyerekkel rendelkeznek, bizony ez az oktatási forma itt van jelen, és hát hogy mondjam, alkalmazkodnak hozzá tanítók, tanárok, szülők. A Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási programjához illeszkedik a külhoni magyar kisiskolások éve program, amit ugye az anyaország hirdetett meg. Folytatódnak ezek a körutak itt nálunk a Vajdaságban, és mégpedig már a jövő héten kettől. Egyrészt folytatódnak, másrészt pedig le is zárulnak, tehát jövő kedden érkezik a program, ami hát Szomborban már egy hete megvalósult, tehát ez az interaktív fejlesztő játékok, a Csillagszemű Juhász című mese feldolgozása, ami hát attól nagyon szép maga a program, mert az a címe, hogy mindenki tehetséges valamiben. És hát kimondottan ismételten ezt az individuális oktatást valahol népszerűsíti, hiszen nincs az a gyerek, akinek nincs valamilyen szinten, valamilyen területen jó készsége, képessége, és hát 5 különböző terület készség feldolgozás mentén dolgozzák fel ezt a mesét. Hol mozgással, hol énekkel, hol kézművességgel, hol logikai játékkal, tehát gyakorlatilag azt értetik meg ezzel a 100 kisgyerekkel, aki be tud egy-egy helyszínen kapcsolódni és váltani ezeket a foglalkozásokat, hogy ki ebben, ki abban, de különböző szinten jó valamiben, és hát azt követi egy-egy órás kolompos koncert, ami hát egy rendkívül jó hangulatú történet, és hát aztán meg folytatódik Torontálvásárhelyen az útjuk, még kedd délután, tehát az ottani iskolában találkoznak, és odautaznak a hertelendi falvi kis alsósok is, hogy megcsinálhassák ezt a programot, másnap folytatódik Újvidéken, majd onnan Temerinbe mennek, és hát este fejeznek Óbecsén, hogy ez lesz a vajdasági körútja a külhoni magyar kisiskolások. Hát ilyen jellegű, hogy is mondjam, foglalkoztató játékos zenés program részének, és hát aztán folytatódik a képzésekkel. Köszönöm, hogy itt van. Köszönöm, hogy itt lettem. Vackor is én már nagyok vagyunk, ősszel iskolába indulunk, legyél te is az osztálytársunk. Hogy biztonságban érezze magát? Hogy legyen önbizalma kérdezni? Hogy megismerje Petőfi verseit? Hogy ismerje szülei kultúráját, történelmét? Az anyanyelvű oktatás ad hatékony és eredményes tudást. Írassa gyermekét magyar tannyelvű osztályba. Mindezt az MNT tanszercsomaggal, ingyenes iskolabusszal és egyéb kedvezményekkel támogatja. Magyarságunk érték, őrizzük meg! Születés hete, a családdá válás ünnepe. Várandóság, szülés, szoptatás, csecsemőgondozás, anyaság és apaság. Előadások, beszélgetések, filmvetítés, tájékoztató és kulturális események. Mindez május 4-től 12-ig a születés hetén Szabadkán az Expecto Mental Higiéni Alapítvány szervezésében. A programok ingyenesek, a család minden tagját szeretettel várják. Bővebb információ a 024 687 620-as telefonszámon, az f.expectokukac@gmail.com e-mail címen, vagy a www.születéshete.hu oldalon.
Nem véletlenül látták a születés hetét népszerűsítő társadalmi célú hirdetésünket, ez a következő témánk, a közügyek vendége pedig Ritz Dencs Tünde, mentálhigiénés szakember. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Milyen programok lesznek idén a születés hetében? A születés hete Vajdaságban, legalábbis tehát a Szabadkán, most másodízben kerül megrendezésre, és tavaly a család köré szerveződtek az előadások. Az idén pedig az apákat tűztük a zászlónkra, azzal együtt, hogy nyilván a család is továbbra is nagyon fontos. Igen, meg hogy oszlopos tagja az apa pontosan, is a családnak. Pontosan, és úgyhogy a idei születés hetén egy kicsit hangsúlyosabbá tettük az apák szerepét, illetve az apákkal való kapcsolatot. Így mindjárt május 4-én az új apák, és új anyák, új apák és újszülöttek előadásban egyebek között bemutatásra kerül az apa füzet is, amit Magyarországon adtak ki, és itt majd előadás közben meg is lehet kapni ingyen. Illetve ki fog térni az előadónő Andrea, perinatális pszichológus arra, hogy milyen fontos az, hogy az apák már akár a várandóság ideje alatt is, illetve a szülést, születést követő időszakban jelen legyenek a baba életében, illetve a család életében, és nem csak úgy, mint kenyérkeresők, hanem tényleg aktív részesei a baba körüli dolgokban. Igen, egyrészt ez a babának is jó, másrészt meg azért a házastársi kapcsolatot is nagy mértékben javítja, és nem múlik el a gyerekkel, meg a pelenkázással, az átvirasztott éjszakákkal együtt az a kapocs, ami összekötötte a két, pontosan, a nőt és a férfit. Egy kicsit ez a teher megosztás is nyilván így majd szóba kerül, és a délután ez folytatódik azzal a műhellyel, amit úgy hívunk, hogy bűvös érintés, vagy haptonómia. Ez egy nagyon izgalmas új szegmense akár a születés hetének, de akár a pszichológiának, tehát ugye arról szól az egész történet, hogy hogyan érintünk, és ezek az érintések hogyan, milyen érzéseket váltanak ki bennünk, és ebbe nem csak olyan párokat várunk, akik éppen várandósak, tehát nem csak a babájukkal vehetik fel a kapcsolatot, hanem olyanok is, akiknél még nem fogant meg a baba, de mondjuk tervezik, vagy még csak nem is tervezik, csak szeretik egymást, és szeretnének eljönni egy ilyen előadásra. Úgyhogy mindenképp erről fog szólni a szombat. Hát vasárnap az nyilván ezúttal is anyák napja, és hogy ez egy kicsit itt kitérőt teszünk az apáktól az anyákig. Az egyházak Isten tiszteletei, illetve miséi mellett délután sorra kerül egy ilyen nagy családi programra, ahol Színási Oszkár és a felesége Kaszás Éva fognak arról beszélni, hogy hogyan változtatja meg a házasságot a gyermek, illetve a gyermekek születése, tehát nem csak az egy, hanem amikor már így érkeznek, és hogy mi az, amire érdemes odafigyelni ahhoz, hogy valóban ne csak a pelenka, cumis üveg hoztál be. Igen, meg a végre alszunk. És végre alszunk kategória legyen. Úgyhogy ennek szellemében fogunk majd találkozni. Ez egy jó hangulatú vasárnap délután, akik érkezik, ahol a gyerekekkel a Zentai Gyermekbarátok Egyesülete foglalkozik, úgyhogy apa, anya kifújhatja magát, és odafigyelhet, és beszélgethet, és jól érezheti magát. Hétfő az egy olyan nap, amikor arról fogunk beszélni, illetve olyan előadás lesz, ami talán egy kicsit szomorkásabb, vagy kicsit komolyabb, ez a babára vágyva előadás, ahol dr. Vereckei Attila meddőségi szakorvos fog arról beszélni, hogy mi van akkor, ha nem érkezik meg a baba abban az ütemben, ahogy a pár ezt várja, illetve elvárja. És hogy én nagyon hívnék ide olyan párokat, akik ezzel küzdenek, mert azt gondolom, hogy minden információ ilyen esetben nagyon fontossá tud válni, és nagyon meghatározó tud lenni, hogy időben elhangozzék, vagy időben tudomást szerezenek róla. Kedden tornázunk, de a várandósok igen. Nagyon szeretnénk egy kicsit a várandósokat arra buzdítani, hogy aktívan mozogjanak a várandóság ideje alatt, és Balázs Emese jogaoktató és dúla majd beszélni is fog arról, miért fontos ez. Szerdán Jóhorti Lívia pszichológus és pszichoterapeuta minőségében pedig arról fog beszélni, hogy ugye nem csak kötődünk, hanem egyszer majd el kell válnunk, és ez a fajta leválás, elválás hogyan történhet meg jó, és hogyan történhet meg adaptív módon, tehát a személyiségünknek segítő módon.
ez egy nagyon, nagyon izgalmas adás lesz, mert azt gondolom, hogy néha így figyelve a mindenféle babás magazinokat, most egy kicsit kezdünk átesni a ló túloldalára, a végtelen szoptatással, a végtelen hosszú együttalvással, a végtelen nagy, és a gyereknek egyszer csak fel kell nőni, és el kell őt engedni. Igen, és saját tere is, meg élete is kell, hogy legyen előbb-utóbb. Van, és jó kell. Azért, ha ott van a szülő olyankor mellette, csak a szülőnek is tudnia kell, hogy hol van az a hely. Ahol jó, ahol mellette van. Igen, és hogy ez nyilván hosszú távon sem gyereknek, sem szülőnek nem jutott, mindenkinek egy pillanatban tehel. Pénteken nagyot fogunk, vagy csütörtökön nagyot fogunk mókázni a kerekítősökkel. Adáról, az nagyon jó, próbáltuk mi is. Tudom. Adáról érkeznek, nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Tehát nullától három, illetve öt éveseket is várunk, mert hogy ezek majd a játékszereiket is. A picikkel lehet höcögni, meg mondókázni, öbeli játékot játszani a nagyokkal, azokkal majd ki fogják próbálni a tornaszereket. Jön a kerekítő Manó is, akivel mindig történik valami. Szóval ez egy nagyon szép másfél órára hívjuk a szülőket, anyát, apát együtt, lehetőség szerint különösen, ahol több gyerek van, mert mind a két szülőre szükség van. És pénteken hordozókendő tanfolyam lesz. Én nagyon-nagyon szeretném itt buzdítani a kedves érdeklődőket, hogy a hordozókendőt eljöhetnek, kipróbálhatják. Gobor Szénási Anna fog arról beszélni, hogy ez miért kell, miért jó, milyen egészséges hatásai vannak, az egészségre milyen hatással vannak. És hát tavaly én itt hordozókendőbe ültem, mert ez alánnal együtt hordozókendőbe ültünk. Aztán nyilván, ahogy a gyerek fejlődik, mozgásfejlődésével együtt, bár a hordozókendő sem olyan érdekes. A szombati nap az abból a szempontból egy nagyon fontos nap, hogy csupa itteni szakember fog, tehát szerbiai szakember fog előadást tartani. És én ezt azért tartom fontosnak, mert hogy azokra a dolgokról, azokra a viszonyokról fognak beszélni, amik itt a kórházban, a gyermekápolásban, a gyermekgondozásban megjelennek. Lesz szó a gyengéd, illetve a háborítatlan szülésről, egy olyan szülésznő előadásában, aki maga is hosszú ideje szülészeteket vezet le, bemutatkozik maga a dúlaság intézménye, ami egy nagyon izgalmas történet. Lesz szó arról, hogy mi van akkor, hogyha az első gyermek császárról született, vajon születhet-e hüvei út második, ennek mik a lehetőségei, illetve utoljára, de nem utolsó sorban a tavalyi év nagy kívánsága, és nem megvalósulása, ez pedig a szoptatás, tehát a szerbiai Lálécs Ligának a képviselője fog a szoptatásról beszélni, arra, hogy hogyan induljon ezzel, meddig tartson, hogyan alakuljon, hogyha esetleg nehézségek vannak, akkor mit lehet tenni. És azt gondolom, ez nagyon, tényleg nagyon, nagyon rendben lévő nők mind, és nagyon széles spektrumát fogják bemutatni az itteni viszonyoknak. Egy rövid választ kérnék, ugye utalta arra, hogy Zalánnal még ebben a hordozókendőben ült itt, hát nem is olyan régen ebben a kanapéban, egy éve. És ezek a rendezvények, amelyek hát az ő élete köré is csoportosultak, segítettek önöknek? Igen. Tehát, hogy ilyen rövid válasz. Rövid válasz. Tehát mondjuk az élet első fél évét ezt azt például a hordozókendőben töltötte, és ez neki nagyon jó volt, ezt ma együtt állítjuk, akkor a tamitabban való fürdetés, az a korai pocakfájás időszakától. Tehát, hogy a szoptatási tanácsadó az nagyon átsegített azon a kritikus időszakon, amikor hazajöttünk a kórházból, és egy pillanatra úgy tűnt, hogy valamifajta zavar áll be ebben a szoptatásban. Tehát, hogy én igen, azt gondolom, hogy ezek nyilván egy picit mindig a saját tapasztalataimon átszűrve hívom ezeket az előadókat, akiket hívunk, mert hogy azt szeretnénk, hogy tényleg szélesebb látókörben legyenek azok a nők, vagy szélesebb látókörűek legyenek azok a nők, akik gyermeket vállalnak. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Mára ez volt a közügyek, holnap 18 órakor várjuk Önöket ismét. Ma se menjenek sehová, 20 órakor híradó, este fél 9-kor pedig vitrázs. Szép estét!